Több mint 3 milliárd forintos fejlesztés valósult meg ebben az évben Nagyecseden. A településen közműfejlesztés, energiakorszerűsítési beruházások és egy szociális ház is létesült. A 2015-ös évet sikeresen zárja Nagyecsed. Uniós fejlesztési forrásokból több mint 3 milliárd forintra sikeresen pályázott a település. A közintézményeken energetikai korszerűsítésre nyertek forrást, valamint javultak az intézményi szolgáltatások is helyben. szabolcs már bereg megyében ebben az uniós költségvetési ciklusban a kisebb települések közműfejlesztése nagy részt megtörtént. A szennyvíz és ivóvízhálózat hálózat kiépítésében, modernizálásában nagy lemaradást pótoltunk a megyében ezt több település is alátámasztja, az önkormányzat által üzemeltetett és fenntartott intézmények gazdaságos működését szem előtt tartja az önkormányzat, ahol kellett épületeket is felújítottak. Egy másfél évig tartó roma integrációs programban is részt vett Nagyecsed, az úgynevezett komplex telepprogramban 11 megyei település vett részt, a szegregátumokban élő hátrányos helyzetű embereket támogatták képzéssel, szociális szolgáltatásokkal. Nagyecseden egy szociális házat létesítettek, amely a programon belül segítette a helyi rászoruló lakosságot. Nagyecseden a közösségi szolgáltatások különböző szinterein terveznek további beruházásokat. Ez a település közösségi kulturális és sport életét fogja segíteni. Kovács Lajos polgármestert köszöntöm itt a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét, üdvözlök én is mindenkit! Polgármester úr, itt a hosszú felsorolásban melyik a legkedvesebb gyerek, melyikkel kezdjük? Nagyon nehéz lenne ezt kiválasztani. Én leginkább úgy szoktam rangsorban állítani, hogy a legnagyobb projektről szeretek első helyen beszélni. Nem csak azért, mert forintálisan is a legnagyobb projekt, hanem a nagyacseri szennyvízberuházás volt az, ami már hát szerintem legalább 20 éve vágyalma, nem csak a lakosságnak, hanem az önkormányzatnak is és hát ugye az elmúlt években jutottunk el oda, hogy hozzákezdtünk, és most már így december elején arról tudok beszámolni, hogy megvalósítottuk ezt a projektet. Nem csak nagy Ecsed tartozik ez a projekthez, hanem másik négy település. Valóban is. így van, tehát ez egy térségi uh -huh. összefogással megvalósított program, egy önkormányzati társulást hoztunk erre létre, nagy kívül még négy másik településsel, Tiborszállás, Mérk, Vála és Fábén háza önkormányzata, nagy karöltve szaladt neki ennek a programnak, ami hát közel egy milliárdos program. Ennek a programnak a segítségével mind az öt településen teljes szennyvízhálózatot építettünk ki, két szennyvíztelepet valósítottunk meg és több mint 5000 lakást kötöttünk be az etékes szennyvízhálózatba. Milyen intenzitású volt ennek a forrásnak a támogatottsága? Magának a, a programnak egy nagyon jelentős Európai Uniós és Nemzeti Finanszírozása volt. A program indításakor mi egy hármas szerződésben indultunk a megvalósításhoz, ami abból állt, hogy Európai Uniós Nemzeti Finanszírozás egy blogba, lakossági önerő projekt finanszírozás, valamint önkormányzati saját erő. A projekt előre haladtával jelentősen emelkedtek az Európai Uniós és Nemzeti Finanszírozásnak a nagyságrendje, de el kell mondani, hogy a teljes projekt összfinanszírozása így a végére is a program előhorra haladtával megvalósuló és kiegészítő beruházásokkal. Továbbra is azt kell mondjam, hogy jelentős ugyan az Európai Uniós és Nemzeti Finanszírozás, de továbbra is szükség van némi lakossági és önkormányzati önerőre is. Jelentős az energiaracionalizálási program is, ami megújuló energia felhasználását is jelenti. Igen, az önkormányzatunknál ez most egy prioritást élvez a fejlesztési stratégiában, aminek az egyik nyilvánvaló és kézzelfogható indoka az, hogy az önkormányzat működési költségeit csökkentsük. Éppen ezért indultunk két ilyen energiatakarékos projekten is. Az egyik az a közvilágítás korszerűsítést jelenti. Ennek eredményeként mintegy 1039 lámpatestet cseréltünk le a nagy eset közvilágítási hálózatában, korszerű LED lámpatestek, ez mindig 140 millió forintot meghaladó 144 millió forintos beruházási költséget jelentett, ez teljes egészében 100%-os finanszírozású program, tehát ezen erőt nem kellett vállalni. És a program eredményeként azon túl, hogy egy energiatakarékos hálózatot teremtettünk, egy nagyon környezetbarát világítást kapott a település, és hát nem utolsó sorban egy jelentős pénzmegtakarítást hoz az, az önkormányzatnak, hiszen egy közel 50%-át takarítjuk meg a korábbi fogyasztott energiának, így éves szinten nagy eset viszonylatában mindegy 10 millió forint villanyszámlamegtakarítást megtakarítást hozott ez a konyhára de nem csak közvilágítás, hanem intézmények világítása is Így kosztot, van, Ez is egy másik főnök. projekt, a másik projekt a napelem megtek a telepítését jelenti. Az önkormányzat legnagyobb intézményeire tudtunk napelemeket elhelyezni, szintén egy 100%-os finanszírozási program eredményeként. Ez mintegy 50 millió forintos bekerülési költséget jelentett. Így négy nagy épületünk, a művelődési ház, az óvodánk, a bölcsődénk és a városháza kapott napelemeket. És nyilván ennek az eredménye is az, hogy itt még nagyobb intenzitású megtakarítást lehet elérni. Itt egy mintegy 70-80% közötti villamos áramenergia megtakarítást eredményezünk ezzel a rendszerrel, ez szintén egy jelentős költségcsökkentő tétel lesz a jövő évi költségvetésünkben. Mekkora, ha úgy tetszik teher, vagy fogalmazzunk úgy, hogy mekkora erőfeszítéseket tesz nagy ecsed a szociális szféra támogatására. Nagyon hosszú időn keresztül szintén a prioritások között szerepel mind a mészegénység elleni küzdelem, mind a roma integráció nagyocseden, így minden jelentősebb programba megpróbálunk részt venni. Nehéz lenne most végig sorolni, hogy hány ilyen projektet valósítottunk meg. Ha most csak az idén megvalósult programot nézzük, kettőt is ide sorolhatnék én. Az egyik a Szociális város Városrehabilitáció nevezetű projektünk, ami egy 400 millió forintos összbekerülési költséggel, 100%-os Finanszírozással, nagy egyszerűen egy leszakadó városrésznek a különböző funkciókkal történő ellátását, közműfejlesztést tartalmaz, úgy, mint a, a, a térséget, a területet, városon belül a területet megközelítő útnak a komplet rekonstrukciója, útépítés, járdaépítés, csapadék, illetve magán ezen a szegregátum részen egy városligetító, egy közösségi ház, egy műfüves pálya, gördeszka pálya, kültéri fitness, és talán nem is soroltam fel mindent. Tehát számos olyan, olyan attrakció valósult meg, ami, ami azt gondolom, hogy egy színfoltjává vált a településnek, és nem utolsó sorban az ott élőknek a mindennapi életét könnyíti meg, és ezáltal zárkóznak fel a városközponti funkciókhoz. A másik jelentős projekt az pedig egy, mintegy 144 millió forintos, szintén 100%-os támogatású projekt volt, ami két évig tartott, ez pedig kifejezetten roma integrációs projekt ennek a kapcsán épülhetett meg, illetve bővülhetett egy olyan közösségi ház a szegregátumba, ahol az ott élő családok számára közvetlen szolgáltatásokat nyújtott, úgy mint higiéniás lehetőségek, mosás, fürdés lehetősége, fodrászkodás lehetősége, eszközbérlés lehetősége, gyerekeknek napközbeni délutáni felügyelet, korrepetálás, képzés volt a programban, szakképzés volt, közösségi programok voltak, és teljességigénye nélkül körülbelül ennyi. Tehát egy Jelentős intenzív program volt, aminek az volt a célja, hogy a szegregátumban élőknek nyújtson olyan szolgáltatásokat, amivel, hát fogalmazzunk úgy, hogy felzárkózhatnak bizonyos szinten a többségi társadalomhoz. 3 milliárd forint egy ekkora település életében, mint Nagy Ecsed, óriási összeg. Csak viszonyításképpen mennyi az éves költségvetése? 2,8 milliárd a teljes költségvetésünk, uh -huh. úgyhogy ez valóban egy nagyon jelentős uh -huh. program, de, de nyilván ki kell emelni, hogy azért ebből egy jelentős tétel a szennyvízberuházás Nagy Ecsedre első része, hiszen ahogy említettem, 5,4 milliárd volt a teljes program, az 5,4 milliárdból körülbelül majdnem a fele, tehát egy olyan 25 milliárd közötti összeg volt a szennyvíz, és az azon felüli rész. Hogyha még az azon felüli részeket számítjuk, akkor kicsit több is, mint 3 milliárd a teljes költség. ha végig tekintünk ezeken a fejlesztéseken, ez mind, mind a település, a város élhetőségét növeli. Hogyan értékeli ezt, mint polgármester? Mennyiben látja ezt megvalósultnak? Hát nyilvánvalóan én, én azt látom, hogy elsősorban büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült elérni, ami, ami természetesen egy közösségi tím munka az önkormányzatnál és minden más partnerrel. De, de azt hiszem, hogy ez kell, hogy legyen a cél, hogy nagy is élhető várost kell teremtsünk, hiszen számos nagyon hátrányos adottságokkal bír a település. Nem csak azért, mert az ország szélén vagyunk, két határ mentén, hanem nagyon, nagyon rosszak a, a mutatóink, mind a munkanélküliségét érintettek, 20% fölötti, mint a demográfiai mutatónk, mind a, mind a lakosságon élő mély szegénység mértéke. És én azt gondolom, hogy muszáj abba az irányba mennünk, hogy a népesség megtartó erőt valamilyen módon helyzetbe tudjuk hozni. Nyilvánvalóan munkahelyekre és munkahelyekre és munkahelyekre lenne szükség, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez reális perspektíva legyen, azokat a fajta alapinfrastruktúrákat kell helyre tenni a településen, ami hozhatja azt az eredményt, hogy munkahelyteremtő vállalkozások és beruházások számára is kedvező térség lehessen nagy ecsed. Mi pedig majd ezekről is örömmel beszámolunk. Várom. Kovács Lajos polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdítmunk. Köszönöm a lehetőséget.